A ganoderma feldolgozási módjai. A ganoderma gomba feldolgozása nem egyszerű. Ez a gomba őrlés hatására vatta állagúvá válik, az pedig nem őrölhető. Ezért a cégek többféle megoldást dolgoztak ki. A legrosszabb hatékonyságú, amikor a ganodermát magas hőfokon szárítják, és utána zúzzák porrá. A magas hőfokon a hatóanyagok jó része elpusztul. További hátrány, hogy az őrleményben benne vannak a rostok is, nem csak a megmaradt hatóanyag. Más cégek a dupla forralásra esküsznek. 4 órán át forralják, majd kiszedik a vízből a ganoderma gombákat. Ezután további 6 órán át párologtatják a vizet. Végül keményítővel érik el a por állagot. Ez a ganoderma kivonat csak 30%-át tartalmazza az eredeti hatóanyag mennyiségnek, és inkább keményítő, mint gomba kivonat. A DXN saját technológiát használ. Egy 5 fokozatú nanoörlővel alacsony hőmérsékleten őrlik meg a termést. Ezzel képesek szétválasztani a rostokat a hatóanyagoktól, és a hatóanyagtartalom szinte 100%-ban megmarad, és a por részecskéi is elképesztően kicsik. Ennek akkor van igazán jelentősége, amikor az utolsó korty ganodermás kávédat hörpinted ki a csészéből, mert nem érzed úgy, hogy valaki homokot tett a kávédba. A DXN 20 kg gombából készít 1 kg kivonatot. Hidd el, az egészséged szempontjából nem mindegy, hogy melyik ganoderma kapszulát fogyasztod.